Szeretettel köszöntöm Önöket a Történelmi Magyar Családok Emléknapján, ezen a közös megemlékezésen. Az eseményünk célja az elődök előtt való méltó főhajtás és közös gondolkodás a mai küldetésről. A téma, amelyet ebben az évben átgondolásra javasoltak a szervezők, hogy miért fontos a történelmi tudat, illetve milyen új utak nyílnak meg a családok előtt. Először is szeretném köszönteni a rendezvény résztvevőit. Elsőként Gudenusz János József genealógust, Varga Benedeket, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatóját. Gondolok Palavicsini Zitát, a miniszterelnökségi tanácsadót. Széchenyi Tímát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét. Továbbá ő excellenciája, Ugron Imre, Szuverén Mátai Lovagrend Magyarország nagykövet. Dr. Huszár Pál, egyháztörténészt, a Magyarország Református Egyház Unokának világért. Pajor András, a római katolikus papot, a Keresztény Kulturális Akadémia elnökét. Valamint és nem utolsó sorban a kerekasztal beszélgetés vezetőjét, Tisza Attilát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány titkárát. Gier Ferenc elnököt, a Kornis Kastély Egyesület vezetőjét. Szeretettel köszöntöm a megjelent családtagokat, vendégeket, barátokat, és a rendezvényünk elején felkérem Széchenyi Tímát, a Gróf Széchenyi Család Alapítvány elnökét, hogy köszöntse az egybegyűlteket. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit, második alkalommal immár. Ugye tavaly volt az első alkalom, amikor itt lehettünk. Nagyon szépen köszönöm a Nemzeti Múzeum főigazgatójának, hogy engedélyezte és támogatja az eseményünket. És természetesen minden kedves résztvevőnek és vendéglátónknak és az egybegyűlteknek. Azt gondolom, hogy egy olyan fontos küldetést tettünk tavaly, ami egy picikét talán büszkeséggel tölt el, hogy az édesapám emlékére gondoltam pár évvel ezelőtt, akkor azt mondtam, hogy szükség van emléknapra, és aztán rádöbbentem, hogy itt nem csak Széchenyi családról van szó, és amikor összedugtuk a fejünket Gudenusz Jánossal, akkor egy olyan közösséget próbáltunk létrehozni, ami egy olyan nemzetépítő, ami fontos nekünk. Én akkor azt hittem, hogy egy kis magot ültettem, de nem magot ültettem, hanem egy hatalmas gyökér van a föld alatt, amiből egy picit kikandikált már valami, és most azt látom, hogy egy hatalmas fal ült, ezt Jánosnak biztos tetszik így, mert egy családfal. Hiszen nagyon-nagyon sokan vagyunk, itt olyan rokonok vagyunk. Szóval, hogy így együtt vagyunk, és ez nagyon-nagyon